A Petőfi szobor az első köztéri szobor Magyar Csernyén, amelyet 2015-ben állítottak fel az általános iskola előtt. A koszorúzási ünnepségen attól kezdve az iskola napját is ünneplik. Minden évben nagyon nagy lendülettel, örömmel, emelt fővel készülünk a nemzeti ünnepünknek a megünneplésére, az 1848-as és 49-es szabadságharc és forradalom kapcsán. Most is így van, 2022-ben készülünk mindnyáján együtt a polgárok, a gyerekek és minden magyar csernyi polgár. A csernyeiek számára a forradalomra való megemlékezés egyben közösségi találkozó is. A tavalyi elemű helyzetre tekintettel nem tudtunk így összeélni, de az idén ez a helyzet adatott, és éltünk is a lehetőséggel. Büszkék vagyunk rá, hogy ennyien összejöttünk, hogy sikerült egy ünnepi műsort összehoznunk. Vendégeink is vannak az idén, először Magyarországról, a Bakon-Csernyei testvértelepülésről. Dr. Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti listavezetője beszédében hangsúlyozta, a siker feltétele mindazok összefogása, akik tehetnek valamit a nemzet fejlődéséért, de az is, hogy a célok megvalósítása érdekében szövetségeseket kell találni. Így jártunk mi el az elmúlt években is, Budapest és Belgrád vonatkozásában is, és az, hogy itt Magyar Csernyén is lehet például Petőfi Sándornak mellszobra, annak köszönhető, hogy megtudták a helyiek fogalmazni a célkitűzéseiket, és szövetségeseket tudtunk ehhez találni mind a két fővárosban. Az esemény részeként Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Csernyei Helyi Közösség, a VMS, valamint a civil szervezetek és önkormányzatok képviselői helyezték el a kegyelet virágait Petőfi Sándor mellszobránál.